Szerelem az oldalvonalon. Kifogyott a csípőszárny. Láttam, ez tragédia. Úgy látszik, nem csak mi fedeztük fel az ingyen büfét. Ettől olyan olcsónak érzem magam. Nem vagy olcsó, csak... Sóher? Olcsó, sóher, az ugyanaz. A kirúgás, az kirúgás. Majd találsz másik állást. Nem tudom. Jobb lenne, hogyha adminisztrátor lennék, vagy programozó, nem divattervező. Nem jeleztek vissza a Vera Wangtól? Visszautasítottak. Gyakorlatilag minden divatház visszautasított, amit csak ismerek. Talán nem vagyok jó divattervező. De komolyan, látták a terveidet? Még az esküvői ruhát is. Az őrület. Mindenki jól járna veled. Lehet. De valahogy nem hiszem, hogy miattam lenne álmatlan éjszakájuk. De én aggódom, hogy hogy fogom kifizetni az albérletet. A félretett pénzem majdnem elfogyott. Nézd, hány turmixkép kell nekünk? Soron visszaküld néhányat, és kisegítelek. Ne viccelj, nem fogadom el az esküvői pénzedet. Csak amíg nem találsz új munkát. Nagyra értékelem a gesztusodat, tényleg, de tudod, hogy érzek? Az esküvő szent. Na, és mi van a B-tervel? Hazamész? Nagyon szeretem őket, szóval ezzel nem számolok. Nem akarom őket biztonsági hálóként kihasználni. Úgyhogy épp most dolgozom a C-terven. Az mi? Az első munka, amit találok. Ne neves, itt is dolgoznék. Utálod a sportot, főleg az atlétákat. Tudom, de éhezni is utálok. Fel lehet hízlani, és kipertül! Elnézést, becsomagolnál? Persze. Minden meg. Igen, köszönjük. Katasztrófa. Ez katasztrófa. Drágám, mi történt? Ez a Haaland. Az valami betegség? Nem, mi? Nem láttátok? Danny Haaland, a legjobb hátvéd a ligában. És vége. Ó, biztos nincs vége, hiszen focista, nem? Kirúgta az a medveszerű Buddy Johnson. És most nincs állása? Nem, lerúgták és megsérült. Tudjátok ez mit jelent? 7 évet. 3346 teljesített elkapást. Ebből 243 touchdown volt és 62 interception. Ő a legjobb játékos. Azt szeretnél, hogy az esküvői tortánk egy focilabda lenne. És te hozzá akarsz menni? Ez szerelem. Nem látta valaki Elliotot? Elliot! Már jön is. Itt vagyok, tweetelem az állapotodat. Mi? Miért? De még én sem tudom, hogy hogy vagyok. Hát, azt tudjuk, hogy ez a boka rosszul néz ki. Ne is mondj ilyet. Talán nem olyan rossz, mint ahogy kinéz. Komolyan. Mennyire rossz? Maga ki? Mr. Holland személyi asszisztense. Mi a diagnózis? Ne is törődjön be. A jó hír az, hogy a lábát nem kell megműteni. Ez tényleg jó hír. És mikorra jövök rendbe? Ez egy súlyos boka ficam, úgyhogy 6-8 hét kell. Mi? 6 hét? Egy ficamnak? Ez egy komoly sérülés. És mikorra várható? Bármikor. Remélem, jó fej lesz. A telefonban annak tűnt. Elég nehéz jó lakótársat találni. Talán, mert túl magasak az igényeink. Oh, hát már is elkéstem a munkából, mennem kell. Oké. Hello. Hello. Gina vagyok, a hamarosan ex-lakótás. Oh, akkor te vagy Laurel, én meg Patty. Nagyon örülök. Gyere csak be. Hello. Sajnos csak 10 percen van, szóval, ha nem bánod, vágjunk a közepébe. Még egy kávét sem iszol? Itt vannak az adópapírjaim 3 évről, a banki egyenlegem 1/2 évről, az orvosi papírjaim és a referenciáim. Nem iszom, nem cigizek, nem drogozok, nincs plüssellat vagy egyéb gyűjteményem. Nincs pasim, vagyis életem sincs, mert csak dolgozom, szóval tökéletes lakótárs vagyok, mert alig fogsz látni. Na hát, és mit dolgozol? Személyi asszisztens vagyok. Ez nehéznek hangzik. Az is. De ez a legjobb, amit találtam.
A fizetés nem rossz, de rengeteg kávét kell főznöm, és most azért rohanok, mert fél óra múlva indulok Párizsba. Jaj, akkor nem lesz időd becsekkolni. Ó, ez privát gép, itt nincs check-in. Ez itt egy levél az ügynökségtől, ami ezt az állást szerezte. A főnökömmel sajnos nem beszélhetsz közvetlenül, mert titoktartási szerződést írtam alá. Nem mondhatom el, ki jött, de az ügynökségen tájékozódhatsz rólam. Szóval, mit gondolsz? Azt hiszem, van egy új lakótársam. És az életed is tetszik. Nem mindig ragyogó, de tényleg vannak jó pillanatok. Ja, tényleg, és te mit csinálsz? Most éppen nincs állásom, de már bármit elvállalnék. Akkor jó lenni a személyi asszisztensnek. Talán hívd fel Trinát az Amsterdam állás közvetítőnél, és hivatkozz csak rám. Ez nagyon kedves tőled, hogy köszönjem meg? Amilyen nagy a fluktuáció ezen a területen, Trina lesz hálás nekem. Szóval a doki ajánlott egy fizikoterapeutát a kiválóan. Már dolgozik az edzésterveden, de ne felejtsd el a könyved bemutatóját. És ott van még az a műzli reklám. Ó, és persze a fotózás. Az most nagyon hasznos lesz neked. Meglepő, hogy a sérülésed ennyire nem ijeszt meg senkit. Miért kéne? Még Danny Holland vagyok, nem? Igen, és hidd el nekem, ezért megfizetnek. Elliot, adnál nekünk egy percet? Ned, neki mennie kell. Már rég kellett volna. Nem is értem, hogy bírtad ki eddig. Hé, nem gondolod, hogy van valami apró igazság abban, amit mondott? Mi? Nem. Ugyan már. Elliot egy idióta. Danny, nézd, hamarosan tökéletesen meggyógyulsz, igaz? Hidd el nekem, 6 hét az semmi. 6 kihagyott meccs. Jegeld a bokád, és ne aggódj. Szóval Peti ajánlott. Aha. Hát nála nem is lehetne jobb ajánlód erre a területre, mert ő az egyik legsikeresebb ügyfelünk. Hosszú listán van az ügyfelekről, akik őt szeretnék alkalmazni. Ő az új lakótársam. Nagyszerű, akkor mindent megtanít neked, ha beválsz. Szóval, a San Francisco Egyetem design tervező szakán végeztél. Tudtad ezt kamatoztatni? Még nem, de realista vagyok, és szívesen vállalok másfajta állást. Hmm. Nem voltál letartóztatva vagy megvádolva? Nem. Még egy kérdés. Ha egy bulvárlap megkeres, és 50 000 dollárt ajánl a főnököt smink nélküli fotójáért, eladod? Ezt nem csak a szerződésem nem engedné, de a neveltetésem sem. Jó válasz. Szóval, lesz állásom? Hát, az egyetlen pozíció most egy nagyon temperamentumos főnöknél van, aki az utolsó asszisztensének nekiment egy krumplihámozóval. És szerintem nem tudnál egy ilyen személyiséget kezelni. Hát, ha nem húsvágó bárda jön utánam, megpróbálhatom. Nagyon kéne egy állás. Bocs, de nincs ekkora felelősségbiztosításom. Köszönöm. Igen, igen, hívd föl az Amsterdam állás közvetítőt, és keress egy új asszisztens Danny-nek. Oké. Okay. Na és Elliot? Inkább a terhünkre volt, mint a hasznunkra, de holnapra kell valaki. Az egész napja be van táblázva. Holnapra? Nem hiszem, hogy ilyen gyorsan küldhetnék valakit. Tudom, hogy Danny eddig férfi asszisztensekkel dolgozott, de van valaki, aki elérhető, ha csak nem zavarja, hogy nő. Ne csinálj ebből ekkora. Kiderítem. Ez csak egy bokafica. Mi van? Mi van? Asszisztens talán Danny-nek nehezebb, mint gondoltuk volna. Csak legyen valaki. Az a lényeg, hogy holnap reggelre itt legyen. Maga ki? Laurel Vag, a maga új személyi asszisztense. Tényleg nagyon... Oké, okay, maga nem lehet az asszisztensem. Az Amsterdam állás ügynökség küldött. Ó, na jó, ez valami otromba vicc. Én... Vagy inkább tévedés. De egyetemet is végeztem. Egyetemet is végzett? Most legyek lenyűgözve. Kitüntetéssel. Akkor miért csinálja ezt?
Nekem nem kell egy női asszisztens. Tekintsünk el most a szexizmustól, nem értem, hogy miért nem. Focista vagyok. Már megszoktam, hogy srácok vannak körülöttem. Ha éppen gatyában akarok mászkálni, akkor úgy mászkálok. Nem akarok mindig elnézést kérni, ha böfögök, és ide tud hozni egy 100 kilós súlyzót? Nem, nem hinném. Ezt várja el egy asszisztenstől? Igen, többek között, igen. Hát talán nem pont az vagyok, akit akart, de miért nem ad egy esélyt? Még az öltözőbe sem jöhet be. Oda miért kell asszisztens? Le tud zuhanyozni és fel tud öltözni, nem? Nyilvánvalóan kell valaki, aki segít, amíg mankózik. Igen, és azt szeretném, ha ez a valaki egy férfi lenne. Itt van, értem a kocsi, nézzem, az űrös napom lesz. Pont szóval, ezért ha nem bánja, kellenék. Értékelem az önfeláldozását, de ez nem működne. Értse meg, hogy nagyon kell ez a munka. Szívvel, lélekkel csinálnám, és higgy el, nem fogja megbánni. Nem könnyen sírja el magát, ugye? Csak a szerelmünk lapjain. Oké, adjunk egy esélyt. De csak amíg a kispadon vagyok. Kispadon? Nem játszhatok. Sérült vagyok. Jó. Tud bármit is a fociról? Szívesen tanulok. Oké. Akkor tisztázom, hogy ez csak a kiindulási pont. De ahogy játszani kezdek, bocs, de újra soviniszta leszek, és felveszek egy srácot, érti? Értettem. És nem fogja megbánni. Ígérem. Itt van a kocsi. Tessék. Mr. Holland, megszereztem az információt, amit kért. A Williams Industries részvényei 150 ponton állnak. Igen, hát én nem a tőzsdéről kérdeztem. A Williams játékos közvetítő, és profi játékosokat cserél. Ó. Miért nem hoz inkább egy üveg vizet? Azonnal. Szia, haver. Mosolyt, mosolyt, látszódjon a boldogság. Tüntessétek el a mankókat. Valaki támaszta meg valamivel, egy székkel, egy deszkával. Hé, hey, haver, nem egy darab hús vagyok. Elnézést kérek. Jó. Egyébként ez csak átmeneti. Oké, kezdenénk. Ez nem jó. Nem tornyosulhatsz fölé. Berogyaszthatok. Akkor a mellett hangsúlyosabb, mint az arcod. Adjatok pár percet, majd kitalálom. 5 perc. Hoztam egy kis ebédet. Igen, bocsújjonsz, de lejárt az idő. Már ettem. Oké. Legyen inkább a mez. Maga, hozza ide Danny mezét az állványról. Gyorsan, ha lehet. Oké, ez nem az enyém. Ez Manningé. Öltöztető! Hol az öltöztető? Öltöztető! Ez az övé. Igen. Peti! Hogy kerülsz ide? Az az én főnököm, aki a te főnöködre támaszkodott. Trina mondta, hogy lett Mellott, de azt nem mondta, hogy Danny Hollandnél. A te főnököd az a modell? Igen. Kiugrottam egy hosszabb ebédre. Nem szereti, ha előtte eszem, úgyhogy bekaptam egy burgert. Nem is bánja, ha nem vagy itt? Hát, még próbafázisban vagyunk. Ó, hát én nem hiszem, hogy még egy napig bírom. A ruhám! Valaki segítsen! Srácok, gyerünk, azonnal csináljon valaki valamit, gyerünk! Én talán segíthetek. Kérem! Jobb lenne, ha nem. Nem maradt több dobásom. Nem. Megoldom. Mindjárt rendbe hozom. Még egy kis fényt? Jó, tartsd meg, tartsd a szemén. Na, mit szól? Hát ez elképesztő. Köszönjük, Miss... Csak Laurel. Mr. Holland asszisztense vagyok. Hát kösz, Laurel. Akkor kezdhetnénk? Igen, már kezdhetjük. Oké. Megvagyunk.
Lenyűgöző. Örülök, hogy egy ilyen ügyes kezű lakótársra bukkantam. Hát, szólj, ha segíthetek, ha egyáltalán látjuk egymást. Ó, fogjuk egymást látni. Jól van, mosolyogni. A fénykeink járnak. Milyen klisé? Egy focista és egy modell. Jó, ez az. Na, még egyet. Úgy, most fordítsd el a fejed. Csak tegyétek le oda. Köszi. Jól van. Kösz. Tessék, minden kész. Kösz, apa. Kösz, hogy segítesz. Tudod mit? Már is kipróbálom. Lassíts, bajnok. Az orvos azt mondta, hogy az első héten légy óvatos. Pihenned kell, és jegelni a bokád. Apa, tudod, hogyha túl sokáig pihenek, ellustulok. Mindketten tudjuk, hogy nem fogsz. Hamarosan talpra állsz, könnyen kibírod ezt. De nekem nem tesz jót, ha csak ülök. Tudom, hogy ez most nehéz neked. De azt is tudom, hogy ez nem a karriered vége. Igen, ez igaz. Mi a családunk elmondata? Tudom, ne maradj a kispadon. Így van. Hello! Én Danny új asszisztense vagyok, Laurel. Tényleg? Danny apja vagyok. Ó, nagyon örvendek. Én is. Na, azt akarom, hogy pihentesse a lábát és jegelje többször is egy nap. Érti? Így lesz. Jó. Jó reggelt. Hello, újonc. Nem hittem, hogy látom még. Miért nem? Hát, mert tegnap elég sokat bénázott, és azt gondoltam, hogy bedobja a törőközőt. Nem vagyok gyáva. És ma ügyesebb leszek. Meglátja. Mit intézzek el először? Vigye ki a kutyámat. Nincs gondja a kutyákkal, ugye? Nincs, bírom őket. Jól bánok velük. Hát, azért szólok, hogy ő nem mindenkit szeret. Mi a neve? Knut. Egy politikusról nevezte el a kutyát? Nem, Knut. Rockniról. Ő valami híresség? Az volt. Most már legenda. Tényleg? Ki volt? A világ legjobb foci edzője volt. Ó, dolgozott vele? Ebben az életben nem. Knut? Knut? Gyere, kislány! Ez a kaki összeszedő. Egy lapát? Ó, higgy el. Szükség lesz rá. Nem volt nehéz Knuttal? Hát, sok energia van benne. Gyere ide! Talán a bokám miatt megijeszti. Engem is megijeszt. Hát, talán jobb, ha most lezuhanyzom. Ó, ott az iroda. Van ott egy mobil az asztalon. A magáé. Amíg ezt a munkát végzi. Maradt még egy csomó elintéznivaló az elődje után, de a legfontosabb, hogy megszervezze a programjaimat. Ellenőriznie kell a csapat sajtósát, az én sajtósomat, és a sportügynökömet, a kiadómat és a fizikoterapeutámat. Menni fog? Persze. Remek. Knut, gyere ide. Segíthetek? Danny fiút keresem. Szabad a nevét? Van időpontja? Hogy mi? Na, ne vicceljen. Ki maga? Előbb maga. Isaiah Howard vagyok. Ki? Isaiah Howard, a legjobb tight end.
Én nem tudom, hogy mi az. Akkor semmi keresni valója Danny házában. Engedjen be végre. Maga mindig így nyomul? Ebben vagyok a legjobb. Akarja látni? Szia, Ájze. Mit csinálsz? Hozzátartozik. Hát ez még nem dölt el, de azért most már tedd le. Akkor ismeri? A csapattársam. Az új asszisztensem. Sajnálom, nem ismertem meg. Akkor kell egy új sajtós. Köszönöm, hogy már is idehozhatom a cuccaimat. Ginának köszönt. Mikor költözik? Az esküvő után. Milyen a meló? Vacak. Azt hiszem, én a személyi asszisztens vagyok. Nem baj a sok munka, a szaladgálás, sem a hosszú munkaidő, de a legtöbbször Danny futballszlenget beszél, és nem is értem őt. Tudom, hogy mi kell neked. Ez a személyi asszisztensek kézikönyve, amit én írtam. Ha elolvasod, a szakmamestere lehetsz. Megtanít, hogyan készíts lattét, hogyan sodorj kubai szivart egy $2-osból, és hogyan legyen merló egy pinóból, ezek fontosak. Ó, és nagyon fontos a 6. oldal. A privát klubok és éttermek listája, és a rendőrfőnöké. Tudod, hát ha kell. Kösz. Még egy házi feladat. Még egy? Mindent meg kell tanulnom az amerikai fociról, amit csak tudok. Szóval, most erről olvasok. Napról napra könnyebb lesz. Ígérem. Akkor is, ha a főnököd nem akar? Tudod, hogy minden sikeres férfi mögött áll egy klassz nő. De még pontosabban, minden sikeres ember mögött áll egy klassz személyi asszisztens. Erről szól a könyv? Nem, de szólhatna erről is. A következő erről fog szólni. Jó reggelt! Mi ez magán? Tetszik? Én csináltam. Észrevettem, hogy a csapat trikói nagyon férfiasak, szóval átalakítottam. Azt meznek hívják, nem trikónak, és remélem, hogy nekem nem csinált. Nem, magának ezt csináltam. Áfonyás diós muffin a kedvence, igaz? A kutyának semmi. Ő már szeret. Remélem ízlik, megnyertem ezzel az állami vásárt. Hogy lehet ennyire csajos? Eddig még senki sem panaszkodott ezért, de maga miért ennyire focista? Rám sem panaszkodtak még ezért, és azért fizetnek. Értem, jött. Lukász az elvisz az edzése. De hát még sérült, és mankózik. Ne is emlékeztessen rá. Még nem játszhatok, de nézhetem az edzést. Jöjjön értem 4-re, de pontos legyen. Nincs limója és sofőrje? Nincs, az csak a kiadó küldte értem. Normális esetben én vezetek, de most nem tudok. Szia! Oh. Gyerünk, Lukász, induljunk! Elnézést, de el kell rohannunk. Ne, ő csak Laurel, az új asszisztensem. Oh. Ő pedig Ron Lukász. Örvendek. Hasonlóképpen. Meg kell, hogy mondjam, ez meglep. Igen. Hát engem is. Na, gyerünk, Lukász, elkésünk. Viszlát. Nagyon helyes. Ki? Laurel. Ugyan, Lukász, az asszisztensem, eszedbe se jussam. Ugyan már. Mi rossz van abban, ha tetszik? Cingli. Honnan tudjam? Nem beszéltek? Hát ilyesmiről nem. Hé, hey, Romeo, koncentrálj inkább a játékra, oké? Okay? Oh. Sean, hív vissza rögtön, ahogy tudsz. Mesélned kell Danny ligájáról. Bármi is legyen az. Szóval kérlek, azonnal hív vissza. Ó, és persze a magántelefonomon, ne a hivatalosan. Oké. Okay. Maradj. Maradj. Hello, Danny itt van?
Nincs, és sajnálom, de nem fogadhat el semmit a rajongóktól. Mi nem csak a rajongói vagyunk, én az anyja vagyok, ő pedig a húga. Bizonyítaná? Maga biztos a Laurel. Tegnap itt volt a férjem. Bemehetnénk? Nagyon sajnálom, Mrs. Holland, kérem, jöjjenek. Köszönjük. Danny mondta, hogy senkit ne engedjek be. Hát ez ránk nem vonatkozik. Szól is csak Julie-nak, ő pedig Eva. Szia! Hoztam Dannynek a kedvenc csiliéből. Szerencséje van, hogy ilyen gondoskodó családja van. Igen, ilyenek vagyunk. És amellett, hogy látni akartuk Dannyt, hoztunk egy vendéglistát a partira. Van valami, amit erről tudnom kéne? Ó, Danny, szervez az apjának és nekem egy évfordulós partit. Ami azt jelenti, hogy valószínűleg te szervezed. Hát, végre valami, amiben tényleg jó vagyok. Hát az utóbbi napok nagyon nehezek voltak szegénynek, szóval remélem nem vetted magadra, ha nyers volt. Nem. A személyi asszisztensek egyik szabálya, hogy növesz vastag bőrt, és én már dolgozom ezen. Ez egy különleges évforduló? Igen, ez a 35. Na hát, 35 év, ez mesés, a szüleim csak 6 évig bírták. Ó, remélem ez nem riaszt el. Nem, épp ellenkezőleg. Megerősíti a romantikus reményt. Tudom, hogy érted. Én nem találok jó srácot. Ó, csak eddig még nem találtad meg, drágám. De soha ne add fel. Úgy értem, lehet, hogy odakint valahol egy srác most pont ugyanezt gondolja. Igen. Nem kell kikísérni, oké? Okay? Szia! Szia! Viszlát! Jó, aggódom is. Még ne. Elvigyelek? Igen, lehet. Laurel jött volna, értem, de... Remélem, nincs semmi baja. Kinek nincs? Danny új asszisztensének. Új van? Ne kéne hívnom vacsizni. Egy nő? Már mondtam, hogy eszedbe se jusson. Megérteném, ha randiznátok, de így nem látok semmi rosszat abban, hogyha elhívom. Laurel, merre van? Itt van, de én még nem láttam magát. Hogy eltévedt? Nem kell megvárnotok. Nem gond. Látni akarjuk az asszisztenst. Nincs rajta mit látni, Durbin, ő csak egy lány. Mm-hmm. Köszönöm, nagyon köszi. Bocsánat, nem ártana egy térkép ehhez a helyhez. Ez tényleg jó ötlet. Klassz az a mez. Vennék a feleségemnek. Kösz, én csináltam. Később, srácok, most mennünk kell. Hello. Ez a hely egy kész útvesztő. Hol a kocsia? Ott parkolok. Az a piros? Igen. Ez a kocsia? Tudom, hogy öreg, ráadásul elég hangos is, de én szeretem, hogy ilyen klasszikus. Hanyas kiadás? 64-es, 65-ös? 65-ös. 65-ös? Volt egy ugyanilyenem a gimiben. Még a nagyapámtól kaptam. Remek verda volt. Beindul, tényleg. Csak kell egy perc. Szokatlan, hogy egy lány a sofőröm. Vezetek úgy, mint bármelyik srác. Hé, de jó, hogy még itt vagy. Az edző beszélni akar veled. Megyek. Kösz. Oké. Hello. Hello. Ahogy átalakította a mezünket, az klassz. Maga nagyon kreatív. Hát, ez tényleg jól esik. Komolyan gondolom. Én mindig kimondom, amit érzek. Jó tudni. Akkor szóljon, ha nagy marhaságot csinálok. Hát, sokszor fogunk találkozni. Danny miatt. Úgyhogy magán tartom a szemem. Köszönöm. Szívesen. Nem tudtam, hogy a focisták ilyen kedvesek. Hát, nem mind rossz fiú. Hey, Lucas. Nincs dolgod valahol? Nincs. Hát nekünk van, szóval viszlát holnap. Viszlát. Köszönöm. Akkor most hazamegyünk? Nem.
Vigyen az öbölhöz, az ifjúsági központba, edzésem lesz a gyerekekkel. Utána randim van Hunterrel, szóval az estéje szabad. Ó, amíg szórakozik, rendbe hozhatom a házát. Mi? Miért? Mi baj van vele? Van bejárónő? Azt gondoltam, hogy egy kicsit otthonosabbá tenném. A nappalia jelenleg olyan, mint egy edzőterem. Kéne néhány gyertya, virágok, lány zene. De semmi Michael Bublé. Értem. Ó, és venne egy nagy zsákkutya kaját Knutnak. A 20 kilósat használjuk, de nem kell aggódnia, beteszik a kocsiába. De gondolom a házba már egyedül kell bevinnem. Hát én sajnos most nem tudom bevinni. Egy srácnak ez nem lenne gond. Ne féljen, én nagyon erős vagyok. Hát akkor vegyen 30 kilósat. Az gazdaságosabb. Mókás volt. Szia, Knut. Amikor azt mondtad, hogy elviszel egy klubba. Nem tudtam, hogy kisfiú klubja lesz. Te voltál kíváncsi az olvasóimra? Igen, felnőttekre, nem kölykökre. Hát, ha nem tudtad volna, én nekik írtam a könyvet. Mi van? Küld el innen. Nem, ő csak barátkozni akar. De azért kiküldhetnéd, nem? Igen, persze. Jó. Gyere, Knut, menjünk ki. Gyere! Gyerünk! Na, kifelé! Ezt az egészet nekem csináltad. Arra is emlékeztél, hogy a sárga rózsa a kedvencem. Tényleg? Igen. Köszönöm. Tudod, arra gondoltam, hogy ha már nem tudsz játszani, kijöhetnél velem Rómába. Ott lesz egy egyhetes fotózás, és utána átmehetnénk Velencébe. Velencébe? Hát ez csábító, jól hangzik, de nem mehetek. Miért nem? Hát mert lehet, hogy lesérültem, de ez nem egy vakáció. Azért még ott a csapat és a rehab is. Minden nap dolgom van. Hát ez nagy kár. Olaszország jó buli. Knut, csend, kislány. De csinálhatnánk egy jó bulit, ha visszajöttél. Már most alig várom. Knut, elég volt! Sajnálom, nem tudom, mi ütheted belé. Talán csak féltékeny. Hát nem tudom, még soha nem viselkedett így. Talán miattam van. Szeretem a kutyákat. Mondjuk túl nagy. Na és mit szólsz a gazdájukhoz? Hát van köztük olyan, akit kimondottan bírok. Istenem! Ez a dög tönkre teszi az estét! Azt hiszem, ha beengednénk, akkor megnyugodna. Igen, de én nem. Danny, ez sok nekem ma estére. Holnap korán kelek, szóval mi jobb, ha most megyek? Hát sajnálom, hogy így viselkedett. Igen, én is. Nem tudom, mi ütheted bele ma este. Talán szüksége lenne egy kutyaterapeutára. Mm-hmm.
kell egy terapeuta? Már éppen indultam, amikor megérkeztek, és gondoltam, eltűnök, ha átmennek egy másik szobába, de nem mentek, szóval itt vagyok. Szóval mindent hallott, ugye? Elég tompán, sajnos. De azt hiszem, hogy én tettem tönkre az estét, és nem Newt. Hát, legalább ő nem őrült. És most kirúg? Mi? Nem. Nem tudhatta, hogy korábban jövünk. És jó munkát végzett. Jó lett a szoba. És a rózsa szép találat volt. Honnan tudta, hogy ez a kedvence? Szakmai titok. Nem fáradt a lába? Eléggé. Kér enni valamit? Az anyja csilije a hűtőben van. Nem, köszönöm. És itt hagyták a partira a meghívandók listáját. Ó, igen, azt hiszem szólnom kellett volna a partiról. Ó, semmi gond. Az anyja és Eva elmondta. Ó. Ez kedves dolog magától. Igen, 35 év az nagy dolog. Még mindig megőrülnek egymásért. Minden ember ilyen szerelemről álmodik. Igen, azt hiszem. Ha példakép kell, ők azok. De nem mindenki olyan szerencsés, mint ők. Az én szüleim arra példák, hogy ne csináld. Oh, ilyen gáz? A gyerekkori emlékeim arról szólnak, hogy a szüleim veszekednek. Szerencsére elég gyorsan feladták és elváltak. Jó fejek, és nagyon szeretem őket, de hiányzott egy igazi család, amikor kicsi voltam. Igen, sejtem, hogy nehéz lehetett. Nekünk szép családunk van, de mégsem segít Evának vagy a szívügyekben. Rémes kapcsolataim voltak, és az sem tette könnyebbé, hogy nyilvánosan zajlott az egész világ előtt. De még nem adta fel. Csak többé nem veszem túl komolyan. De hogy lehet szerelmes, ha nem veszik komolyan? Ki beszél itt szerelemről? Most összepakolok, aztán elmegyek. Szerintem egy disznó. Jobb lesz neked nélküle. Figyelj, le kell tennem, de te ne szomorkodj. Találsz egy rendes srácot. Oké. Szia. Nem mondtam. Nincs magánbeszélgetés. Bocsánat. Eva üdvözli. A hugommal beszélt? Magát akarta hívni, hogy van, de csak a hangposta jelentkezett. Miért nem nézi meg a Twitteren, ahogy mindenki más? Eva a testvére. Aggódik. Az, hogy 5 percenként megkérdezik, hogy vagyok, nem segít. De az sem, ha nem beszél velük, nem tilthatja le a családtagjait. Hé, én nem tiltom le őket, oké? Csak sok a dolgom. Sokkal több, mint máskor. Itt van ez a könyv, és tudja, a rehab, meg minden. Ez nem csak kifogás? Hát, én eddig nem így hívtam. Itt a kis okosom. Már kerestem. Várjunk csak. Ez nem az én kis okosom. Ó, ne, bocsánat, ez az én füzetem. Csak néhány bázlat, amin dolgozom. De csak az ebédidőben, tényleg. Ezek elég profinak tűnnek. Újabb rejtett tehetség? Az majd még eldől. Divattervezőként végeztem, de még nem igazán indult be a karrierem. Ó, hát persze, a mez, amit csinált, így már érthető. A maga füzete kint van a konyhában. Egyszer én is összekevertem az enyémmel. Ó. Danny Holland irodája. Ó, hello, Drew. Megkérdezem. Hé, Ned szeretné tudni, hogy a jövő héten vacsorázna-e valami Marinóval. Dan Marino? Az egyetlen szabad estéje a jövő héten az a kedd. Feltétlenül. Róla is kéne tudnom, hogy ki? Igen. Oh.
Kár, hogy magának nincs bátyja. Azt hiszem, akkor könnyebben menne ez a munka. Halló, akkor a kedd este jónak tűnik. Gyerünk, Miners! Szóval Peti beköltözött? Most 3 hétig nem is fogom látni, de azért felugrott és ott hagyott néhány dobozt. Rómában dolgozik. Róma? Gyerünk, fiúk, ne lazsáljatok! Kár, hogy nekem csak egy focista jutott. Nehogy Sean ezt meghallja. Ó, elfelejtettem. Gyerünk, gyerünk! Ron Lucas hívott korábban. Ron Lucas, telefonál! Sean, most ne! Ne nézz ide, az bal szerencsét hoz! Bocsi! Te tudod, ki Ron Lucas? Persze, hogy tudom. Kell is tudnom, ha Sean-hoz megyek. Azt hiszem, el akar hívni Randira. Na, és elmész vele? Más körülmények között elmennék, de így, hogy a főnököm legjobb barátja, furcsa lenne. Ez a munka megváltoztat. Régebben soha nem randiztál volna egy focistával. Nem illenek rájuk a sztereotípiák. Kezdem azt hinni, hogy Dannyben is van egy csomó jó. Ó, tényleg? Az emberek nem mindig azok, akiknek hiszed őket. Lorel, mindjárt vége a negyedik negyednek. Gyere, ha tanulni akarsz. Menj csak. Oké, adj nekem pár percet. Mm-hmm. De vigyázz a tükkel. Nem mozdulok. Oké. Oké. Ülj. Jó van. Azt már tudod, hogy mi a first down, ugye? Igen. Ott az a sárga vonal, egy virtuális. Ó, a sisakrács! Ó, sisakrács! Láttad? Most miért tűnt el? Mert elég a yard. És 10 yard kell a first downhoz, igaz? Igen. Igen, már kezded érteni. Ha-ha, Lorel, segíts, beszorgultam. Oké, megyek, ne mozdulj. Jó. De... Köszönöm. Most mit csinál? A telefonom beesett a... Hagyja, fölveszem. ...heverő alá. Jó. Azt hiszem, ez nem a magáé. Azt hiszi, hogy a focisták nem tudnak olvasni? Nem csak maga járt egyetemre. Valahol itt kell lennie. Itt, erre. Köszönöm. Nincs mit. Áó! Múlt évben magát választották a legszexisebb játékosnak. Ez milyen érzés? Kedves dolog, de a könyvem nem erről szól. Aha. Hunter St. James-el mennyire komoly a kapcsolatuk? Én nem szívesen beszélek a magánéletemről. Akkor nem komoly? Én nem akarok most erről beszélni. Oké, megértem, de a rajongóit érdekli. Hát csak annyit mondanék, hogy... A játék iránti szerelemről beszélnék, nem szerelmi játékokról. Értem. Mit szólna, ha visszatérnénk a könyvemre, amit, mint tudja, gyerekeknek írtam, és a bevétele az ifjúsági sportprogramé. Oké. Okay. Itt van még? Ó, igen. Hadd segítsek. Talán egyedül is ki tudok szállni. Persze. Bocsánat. Gond van? Nincs gond. Felhívom az autóklubot. Majd én megnézem. Nem szükséges. Nem teszem tönkre a kocsiját, ha ettől fél.
Értek hozzájuk. Jó, ha úgy gondolja. Igen, azt hiszem, tudom, mi a baj. Elképesztő. Ó, van egy kis olaj. Várjon, majd én, igen. Nem jött le? Nem. Már az orrán is van. Elolvastam. És mit gondol? Azt gondolom, hogy őszinte és inspiráló. A kedvencem az, hogy a kölykök hogy győzzék le a félelmüket. Hát, mert azt átéltem. Sok gyerek nagyon rossz esélyekkel indul. Ezért írtam. Hát, ha a futballkarrierje nem jött volna be, íróként is sikeres lenne. Komolyan. Viszlát. Oké. Ó, és Danny persze szeretné meghívni néhány csapattársát. Persze. Hogy van Danny? Egyre jobban. De elég sok dolga van. Értem. Akkor biztos neked is sok dolgod van. Én segíthetek, ha akarod. Felhívom a csapattársait. A legtöbbet ismerem. Az klassz lenne. Köszönöm. Eric Durban, Ezia Howard, Ron Lucas. Régen nem láttam Ront. Jó, hogy ő is eljön. És Danny elhozza a nőjét? Hát, gondolom Huntert. Ő az a modell? Pontosan. Még nem ismerik őt? Danny csak akkor mutatná be, ha komoly lenne. Ez azt jelenti, hogy nem ismerjük meg Danny barátnőit. Ó, ez nagyon tetszik. Nem kedves? Ó, de... Szép, nem? Dekoratív. Jó lenne, ha Danny találna egy komoly barátnőt. A látszat ellenére ő nem az a tipikus focista. De valahogy mindig rossz lányokat választ. Szerintem ezt ő is tudja. Már lejárt az idő. Nem, a bokám még bírja. Tartsd be az utasításokat, ne hősködj. Kösz, hogy segítesz. Ugyan. De Laurel hiányzott. Megmondom neki. Nem fogod. Na, szevasz. Szia. Ez a mobilom, ez vészhelyzet lesz. A Danny hív, ugye? Nem, ez a barátnőm esküvői vészhelyzete, azt hiszem. Oh. Danny? Már is megyek. Sajnálom, de mennem kell. Oké, okay, szia, kedves. Viszlát. Szia. Mennyire rossz? Szerencsére nincs komoly sérülés. Ó, de örülök! Úgy értem, biztos nagyon örül. És a doki szerint nem kell többé használnom a botot, sem csak a bokavédőt. Ez remek. Megtenne egy szívességet? Ha lehet, erről ne beszéljen. Nem kell aggódnia. A diszkréció a személyi asszisztensek második szabálya. És akkor mi az első? Ne légy túl személyes. Szia, Knut!
kislány! Vártál ránk? Igen. Hozok egy kis jeget. Kihozná a teraszra? Azt hiszem, hogy ott ülök le most egy kicsit. Kimegyünk a teraszra? Igen? Menjünk. Gyere! Kér egy kis bort? Köszönöm. Köszönöm, hogy nem ítélkezett ma. Miért tettem volna? Hát, mert én más sem csinálok már 4 hete. És mi az eredmény? Az eredmény az, hogy maga jobb, mint Elliot valaha volt. Hát, az már valami. Vagy szeretne osztályzatot? Csak 3-as fölött. Legalább 4-es alá. Az nem jó. Mindig kitűnő voltam, és most is az leszek. Meglátja. Jó. Oké. Szüksége van rám valamiben ma még, vagy... Nincs. Ha akar, nyugodtan elmehet. Holnap jövök. Köszönöm a bort. Ó, köszönöm. Oké, lányok, toastot mondanék. Tehát, figyelem, Ginára és Seanra. Elvesztettem a lakótársamat, de nyertem egy fogorvost. Köszi. Rátok, szeretek titeket. Szevasz. Szevasztok. Hello. Hé, hey, nézd. Ott van Lorel. Danny asszisztense. Igen. Oh. Látom, csajos este, úgyhogy oh. Ne roncsuk el. Ó, ne, itt van a főnököm. Melyik az? Az a nagyon jó képű bőrcsekiben. Ő hirdeti a mézlit. Igen. Szia, Lorel. Kedves meglepetés. Hello, Ron. Hogy kerültetek ide, fiúk? Edzésünk volt, és akartunk együtt inni. Danny is itt van. Jó. Igen. Mi lánybúcsúztatót tartunk. Igen. Lányok, ő itt Ron Lucas. Szia. Szia. Hello. Miért nem csatlakoztok a barátaiddal? Igen. Miért is nem? Szólok nekik. Imádni való srác. Miért hívtál ide focistákat? Nem lehetünk kirekesztőek. És ha valaki ezt valaha elmondja Seannak, azt kinyírom. Tényleg? Bizony. Tényleg nem értem. Persze. Ő volt az, aki annyira erőltette. Eddig üldözött, és most semmi. Nem kéne felhívnom. De, hívd csak fel. Itt igen. Ott van. Már eltelt egy hét, fel kéne hívnom. Te mint fiú, mit gondolsz? Nézd, ha nem hívod azt a disznót, nem tudja, mi történt. Talán mással randizik, vagy nem is kellek neki, akkor nem tudja, mi van, és ez megőríti, és te leszel az, akire folyton gondol majd. Ja. Én így gondolom. Ellenőrzem őt. Persze. Ez jó, ez tényleg. Danny, tehetek magáért valamit? Nem, kösz. Lejárt a munkaideje, nem? De. Mikor lesz a nagy nap? Vasárnap, úgyhogy aznap este nem leszek elérhető, de tényleg csak egy este. Majd megoldom. Kedves dolog, amit mondott neki az előbb. Azt mondtam, amit gondolok. Ezt kellett hallania. Főleg egy sráctól. Még ha izomagyú is vagyok. Most már nem így gondolom. Miért volt ilyen ellenséges? Nem is tudom, a focistákat. Nem kedveltem. Nem, ezt a Calvin Bowról mondják, vagy a Spenótról, vagy ilyesmiről. Volt valami oka? A gimiben halálra kínoztak.
Én voltam a béna kislány. Fogszabályzós, szemüveges. A focisták imádtak kigúnyolni. Tudja, hogy csak a saját bizonytalanságuk miatt viselkedtek így. De a legtöbb srác kinevi ezt. Tényleg? Igen. Hazavigyem. Kösz, de Lukás elvisz. Utána nagyon nagy buli volt. Jó ét. Tényleg remek este volt. Gratulálok. Na, elhozott Huntert a partira? Hát, lehetséges. De még nem biztos. Te hozol valakit? Lehet. És ki a srác? Valaki, akit a barátomnak gondoltam. De kiderült, hogy talán több is. De még nem akarom elkiabálni. Igen, megértem. Viszont gondoljuk át, hogy ki mond beszédet. Úgy gondoltam, én mondanék. De eddig mindig én mondtam. Pont ez az. Nem adnál nekem is egy esélyt? Jó, de akkor én mit csináljak? Nem tudom, talán. Csak élvezd a partit és mulass jól. Jó, de mindenki azt várja tőlem, hogy beszéljek. Tudom, hogy mindig rád kell figyelni, de nem lennél szerényebb, csak egyszer. Oké, várj. Ez nem igaz. Én nem akarom, hogy csak rám figyeljenek. Kérhetnék egy autogramot? Hát persze. Eva. Hát. Tessék. Köszönöm. New Yorkba megyünk. Nász útra. Alig várom. Mindig ezt akartuk. Jól van, érezd jól magad. Ez mi a fene? Ez Danny. A vészhívó kódot használta. Most mit tegyek? Nézd meg, mit akar. De az esküvőt közepén vagyok. Végül is, technikailag már férjhez mentem, szóval... Na, menj, nyugi. És mit akar? Azt nem írja, csak annyit, hogy szüksége van rám. Akkor indulj. De nem akarok elrohanni az esküvődről. Én vagyok a mennyasszony, és azt mondom, hogy menj. Oké, de nagyon sietek vissza. Jól van, menj csak. Menj. Oké. Ez meg mi volt? Segítek Laurelnek, hogy ő is ilyen boldog legyen. Mi történt? Jól van? Siettem, ahogy tudtam. Olyan fickó vagyok én, aki mindig igényli a figyelmet? Mi? Mert a húgom ezt vágta a fejemhez, és aztán faképnél hagyott. Ez a vészhelyzet? Azt hittem, valami baj történt. Ezt meg kell beszélnem valakivel, és magára gondoltam. A legjobb barátnőm esküvője közben? Ó, az ma este van. Jól néz ki. Mondtam magának, hogy ma van az esküvő, de nyilvánvalóan nem figyel. De figyeltem, nem csak tudja, hogy az esküvő szent. Ide rohanok, hogy meghallgassam a nyafogását, mert a húga mondott valamit, hát ezt nem nevezném vészhelyzetnek. Én meg ezt nem nevezném nyafogásnak. Egy csettintésre ugrom 5 hete. Nem tudott volna egyedül megoldani egyetlen vacak estét? Ez szánalmas. Alig tudja beprogramozni a tévéjét az ostoba meccsekre. Valakinek mindig meg kell mondania, hogy mit csináljon, és fogadok. Azt sem tudja, hogy néz ki belülről egy bégség. Meg tud csinálni valamit magától. Ezt. Jó reggelt! Jó reggelt! Főzett egy kávét? Igen, kávét. Igen. Azt hiszem, kéne beszélnünk a csókról. Igen, beszélnünk kéne. Igen. Tudom, hogy ez nem illett egy munkaadóhoz, de Istenem, azt hiszem, hogy
Megsértettük az első szabályát. Én is visszacsókoltam. Igen. Szeretném, ha tudná, hogy... Azt akarom mondani, hogy... Kinyissam? Magáig, Knut, én kinyitom. Maradj! Buongiorno! Hiányoztam, drágám? Hogy van a térded? Úgy érted a bokám? Jaj, tudod, hogy értem. Drágám, kivinnéd innen azt a kutyát? Dani és én kettesben akarunk lenni. Kiviszem sétálni. Bocsánatot kell kérni. Csúnyán viselkedtem az utolsó esténken. Remélem, nem vagy dühös rá. Nem, tényleg igazán nem volt nagy ügy. Ne vicceljünk, beleversenyezzek. Oké, nem hagyhatnánk ezt abba, mert nekem... Igen, most edzésre kell mennem, és különben sem érek rá. Talán majd... Jó, persze. Jó, oké, oké. Ó, hadd segítsek. Köszi. Oké. Okay. Ja, és gratulálok a játékához. Igazán köszönöm. Izgalmas volt az a Last Pass. Örülök, hogy nézte. Ki nem hagynám? Lukás, épp egy partiban vagyunk, szóval... Tehetek még valamit, mielőtt elmegyek? Igen, még egy sőt. Nem a szolgád. Van lábad? Igen, hozd magadnak, ha kell. Mi bajod van? Tartsunk egy kis szünetet? Jól van, hát akkor jó éjszakát. Hello. Ó, várjon csak. A feleségem imádja a mezt. Csinálna a lányomnak is? Boldogan. Remek, köszi. Hé, várjon, ha megkérném, nekem is csinálna. Úgy értem, egy barátomnak, egy lánynak. Nagyon szívesen. Remek. Viszlát. Viszlát. Beszélnünk kéne. Persze. Tudod, van egy lány, és megőrülök érte. Jó, oké. Kímélj meg a részletektől, nem akarom hallani. Csak azt akartam, hogy tudd. Már mindketten felnőttek vagytok. Szabadon randizhattok. Szóval már tudod? Elmondta? Nem mondott semmit. De én kitaláltam. És részedről oké? Hát ebben nem vagyok a védők között. Tiéd a labda, vidd, ha tudod. Jó hasonlat. Menjünk, inkább játszunk. Jó. Gyere, kis herceg, nem ismerd meg aput. Apu. Látod? Ezt nevezem én kutyának. Hát mondd, hogy nem cuki. Tegnap vettem. Arra gondoltam, hogy kéne egy játszótárs Knutnak. Igen. Ez most komoly? Eltüntetnétek azt a kutyát? Peti, drágám! Nem bánod? Köszönöm. Oké, kezdhetünk. Készen vagytok, srácok? Nos... Azt hiszem, hogy kedden 4-kor be tudok költözni. Hunter botox kezelésre megy, úgyhogy lesz néhány órám. Ez megfelel neked? Szerelmet lássak. Többet, többet. Lorel, jó lesz neked a kedd? Bocs. Igen, jó lesz. Így jó lesz. Fonódj rá, Dennyre. Nagyon jó. Tökéletesen rendbe jött. Kösz! Kösz, Doki, kösz! Köszönöm! Hú! Kezdhetek játszani! Most fel kell hívnom az edzőt. Hello! Kell valaki, aki a jövő héten nyer? Igen, teljesen rendbe jött. Igen, holnap már edzek is.
Ez csodálatos hír. Igen. A legjobb. Szia, Ned. Igen. Talált ki, kijátszhat. Igen! Hú! Mi van? Danny visszatért. Készítsetek elő egy sajtóközleményt, felhívni az összes szerkesztőséget és mindenkit a Nike-nál. Igen. Na, gyerünk, srácok, gyerünk, nyomás. Ez az, gyerünk. Fekete 19! Fekete 19! Gyerünk! Gyerünk! Kész vagyok. Még egyszer gratulálok, fiam. Kösz, apa, ne felejtsd el, hogy a gyógyulásomat ünnepeljük. Bár azért ez nem egy bajnokság. Ó, remélem, vasárnap már egy győzelmet is ünnepelhetünk. Hova mennél? Én? Ahová ti. És most én fizetek. Bocsánatot akarok kérni. Miért? Bunkón viselkedtem az elmúlt hetekben, és tudom, hogy nem volt könnyű velem. Ugyan már, ne kérd bocsánatot. Hol van Eva? Nem jön velünk? Nem, ma este randia van. Laurel, nincs kedved csatlakozni? Kösz, de most inkább nem. Biztos, hogy Danny elnézni ezt a szabad estét. Hát, jöjjön, ha akar. Nem, jobb lesz, hogyha dolgozom. De jó mulatást. Oké, okay. Akkor szia. Viszlát. Haló? Szia, Ned. Kellene sürgősen egy új asszisztens, de most már pasi legyen. Mi? Bocs, de nem értem, mi történt Laurellel. Kedvelted őt? Kedvelem is, úgy értem. Szigorúan szakmai tekintetben, de kényelmesebb lenne egy pasival. Oké, okay. Tök mindegy, keresünk egyet. Megint. Kösz. Tudom, haver. Hiányozni fog, de képtelen lennék végignézni, hogy a legjobb barátommal jár. Jó reggelt! Az ott a magáé. És mi ez? Mondjuk, hogy végkielégítés. Remélem elég. Nem is értem. Maga most kirúg? Nem kirúgom, de azt szeretném, ha elmenne. Rosszul dolgoztam? Nem. De az volt a megállapodásunk, hogy addig dolgozik, amíg újra nem játszhatok. Ó, igen, ebben állapodtunk meg. Most már játszhatok, úgyhogy jobb lesz egy fickó az öltözőbe, meg mindenhez. Ez érthető. Sajnálom. Semmi baj. Megadta azt az esélyt, amit kértem. Örülök, hogy érti. Ha Nútra kellene vigyázni, szóljon. Jó. Ahó! Mit csinálsz itt a nap közepén? Ki vagyok rúgva. Vagyis, mondjuk. Mi? Engem is váratlanul ért. Na jó. Mi történt? Semmi. Csak az a baj velem, hogy lány vagyok. De azt hittem, hogy oda van, érted. Miről beszélsz? Talán tévedtem. De azt hittem, hogy megszegtétek az egyes számú szabályt. Majdnem megtörtént. De aztán mégsem. Akkor miért dobta Huntert? Dobta? Mikor? Néhány napja, de már felszedett egy másik focistát. Ez is csak azt bizonyítja, hogy nem érdekeltem. Hiszen ezek szerint akkor szabad. Valahogy úgy érzem, hogy az én hibám. Nem, ez az én hibám.
Ostobaság volt azt képzelni, hogy lehet köztünk valami Dennyvel. És ugye, a negyedik kísérlet! Hallendet láthatjuk közben! Nem nagyon fájdalmas, hogy itt vagyunk. Nem gond. Ki kell bírnom. Nem nézem a játékot, úgy sem érdekel. Kérsz csípős szárnyat? Kösz, de most nem vagyok éhes. Milyen volt a nászutatok? Hát, mi kimentünk egy meccsre, és néztünk párat a tévén. És átmentetek lovaskocsival a parkon, ahogy terveztük? Második éjjel. Biztos romantikus volt. Az volt. Mi van veled? Legalább az a lelépési csekk jól jött. Hát, visszaküldtem. Miért? Úgy éreztem, hogy nem jár. Elhatároztam, hogy arra fogok fókuszálni, amiben igazán jó vagyok. És nem ülök többé a kispadon. Ez mit jelent? Semmit. Én hozok még egy italt. Te is kérsz? Nem, ez elég. Köszi. Hé, Lorel, láttad ezt? Danny touchdown szerzett. Sean. Sajnálom, nem akartam fájdalmat okozni. Semmi gond. Nézd, nagyon szerettem Danny Hallendet, de melletted állok. Kösz. Mondd meg Ginának, hogy holnap felhívom. Hát persze. Ez az, Danny! Kösz, hogy eljött. Csak a parti végső vendéglistáját hoztam el. Ó, köszönöm. Még mindig nem értem, hogy miért nem dolgozol már Dannynek. Hát, erről nem beszélnék. Oké. Akkor nem fakadlak. De csodáltam a profizmusodat. És hiányzol neki. Nekem is hiányoznak. Van már ötleted, hogy mihez kezdesz? Hát, van egy őrült ötletem, de lehet, hogy túl nagyra törő. Próbáld meg, és kiderül. Vartam pár mezt a játékos feleségeknek. Uh-huh. Mindenki azt mondta, hogy jó, és kezdjek velük valamit. Talán meg kéne próbálni levédetni, bár ez nehéz ügy lesz. Ez egyáltalán nem őrültség. Követned kell a szenvedélyedet. Danny is ezt tette, és soha nem adta fel, bármi is történt. Van még a guacamoléból? Jó cucc. Lorel készítette, úgyhogy nincs. Ma nincs több. És abból a sütiből sincs, amit sütött? Nincs. Jó volt, amíg Lorel itt volt. De már nincs itt, és nem is jön vissza, úgyhogy koncentráljunk a játékra, jó? Hé, hey, Lucas. Mesélj a barátnődről. Tényleg, ki ő? Fiúk, hát, most tényleg pletykálni fogunk? Csak kíváncsiak vagyunk. Ha nem akar mesélni, az az ő dolga. Nagyon különlegesnek kell lennie. Igen, az. Ugye, srácok, most csajokról beszélgetünk, vagy játszunk? Hát játszunk. Kösz, hogy itt vagytok ma este. Hello. Oké, majd még beszélünk. Üdv! Hogy van? Királyul nézel ki, Danny. Menő vagy. Tényleg. És ezt bérelted? Nagyon tetszik. Köszi. Hát... Megbocsátatok, egész este nem táncoltam vele. Hát ez egy szép ruha. Bocsánatot kell kérni. Sajnálom azt a múltkori vacsorát. Durva voltam. Nem voltál az. Én tudom, hogy néha kibírhatatlanul önző vagyok. És nem könnyű a húgomnak lenni. De nem akarnék más lenni. Ha őket látom, úgy érzem, ilyen a szerelem. De nem mindenki ilyen szerencsés. Átgondoltam is. Jobb, ha te mondod a beszédet. Megvádoltalak azzal, hogy imádod a Rivalda fényt. De tudom, hogy te jobban beszélsz. Nézd, nem készültem, nem tudom, mit mondjak. Csak amit érzel. Hello, bocs, hogy késtem, lekérhetem?
Persze. Wow. Szia. Szerencsés vagyok. Csinos vagy. Bond, mint James Bond. Hé, ti meg mit csináltok? És Laurel? Most miről beszélsz? Igen, Danny, te furcsán viselkedsz mostanában. Nem Laurel a nőt? Mi? Nem, nem, miért? Nem, én Evával randizom. Próbáltam elmondani pár hete, de azt mondtad, hogy már tudod. Most jön a beszéd. Igen. Sok sikert. Köszönjük, hogy megosztják velünk ezt az estét. A bátyám, Danny, mondana néhány szót. Sokan azt gondolják, hogy nekem semmi más nem fontos, csak a futball. De ez csak részben igaz. Mert ma este csak arra gondolok, hogy mennyire szerencsés vagyok, hogy ilyen csodás szüleim vannak. Megadtak nekem, és persze Evának minden szeretetet és támogatást, amit két gyerek csak kívánhat. És még egymás számára is maradt elég. Ők inspirálnak minket, hogy ilyen kapcsolatot akarjunk, amilyenben ők élnek. 35 éve. Ami tiszteleten alapul, és megértésen, és szenvedélyen. Persze azt is tudom, hogy ez nem mindig volt így. Talán sokan nem tudják, amikor találkoztak, nem bírták egymást. De apa azt mondta, hogy ez részéről csak védekezés volt, mert úgy érezte, hogy anyám a legszebb lány, akit valaha látott. És még mindig az. És azt hiszem, ez azt is megmutatja, hogy tévedhetünk, amikor először látunk valakit. És szerencsére apa nem volt olyan buta, hogy hagyja elmenni. A szüleinkre. Szeretünk titeket. Ránk. Kösz. Ó, kicsim, szeretlek. Én is szeretlek. Gyönyörű beszéd volt, Danny. Komolyan is gondoltam. Tudod, néha tényleg ott van előtted az igazi párod, csak nem veszed észre. Jól gondolom, hogy most célzol valamire. Hát az igaz, hogy apáddal kezdetben nem kedveltük egymást. De jót tett nekünk, hogy megharcoltunk egymásért. Jó, de félek, hogy ez most nem működik. Biztos, hogy utál. Jó, bármibe fogadnék, hogy nem utál. Ugye nem akarsz a kispadon ülni? Hm? Kösz. Nem baj, ha most lelépek? Nem. Mit csinálsz? Visszaszerzem a labdát. És jöhet a touchdown. Az én fiam. Ez az én köröm. Úgy örülök neked. Kösz. Miért nem vagy izgatottabb? Az vagyok. Csak még valahogy el sem hiszem. Ó, jó, oké. De mégis mi bajod? Most írtál alá egy lenyűgöző szerződést az egyik legnagyobb foci csapattal. Miért nem táncolsz az asztalon? Még néhány pohár bor és táncolok. Jól van. Ez az a... Aha. Mindkettőnket megszabadítottam Huntertől. Úgy döntöttem, hogy nem is szeretem azt a munkát. Őt aztán nem nevezném felelős állattartónak. Remélem, nem bánsz egy újabb lakótársat. Nem. Szeretem a kutyákat. Halló?
Gina, itt Danny Holland. Oké, ez kicsit váratlan. Mit tehetek érted? Meg kell találnom Laurelt. Mondanom kell neki valamit, de személyesen. Tudod, hogy hol van? Tudom, de miért mondanám el? Mert el kell mondanom neki, hogy szeretem. Oké. Hát? Van feltételem. Éves bérletet akarok. A férjemmel együtt a sportközpontba, és te leszel az első páciense, ha megnyitja a rendelőjét. És soha nem árulod el neki, hogy ezt én kértem. Oké. Megvagyok. Nagy jól is leszel. Olyan furcsán viselkedsz, amióta visszajöttél a bárba. Fordulj meg. Nézd csak. Oh, szia. Hello. Nem. Gyere. Danny Holland. Csak nyugi. Elszöktem maga miatt a partiról. Jó szervezés volt egyébként. Csak maga hiányzott. Tudom, hogy összekavartam a dolgokat, és elrontottam. De az igazság az, hogy őrültem, magába szerettem. Ez lenne a Hail Mary passz? Mégis tud valamit a fociról. Nem igazán. Csak egy focistáról. Akibe őrülten szerelmes vagyok. Magyar hangok. Csuha Borbála, Mózer Károly, Sipos Eszter Anna, Markovics Tamás, Németh Borbála, Pánics Lilla, Mesterházi Gyula, Udvarias Anna, Nádorfi Krisztina, Posta Viktor, Potocsné Andor. Magyar szöveg Dömötör Éva. Hangmérnök és vágó Árvai Csaba. Gyártásvezető Gémesi Krisztina. Szinkronrendező Magner József. A szinkront a TV2 csoport megbízásából a Direct Dub Studios készítette. Produkciós vezető Jávor Barbara. Thank you.